kitámasszuk, és ledobjuk, ja. És egyből leszorítjuk a mellett. Ja. Rendben van? Rendben van. Na gyerünk, csináltok egy jó pártomást, azt kezdjük az edzést. Nagyon jó. Lila, szeretsz járni judózni? Igen, szeretem járni judózni. És mi a kedvenced? Kedvencem? Azt én én tudom, mi a kedvence Lilának, amikor érmet kap. Gyakorolni kell. Így van, mindig gyakorolni kell. Dobítani kell, szobítani kell. Meg dobni kell, mindig szeret Lila dobni, ugye? Igen, szeret Lila dobni, és akkor gyakorolni kell. Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt vesztesnek lenni. Február 22-én 6. alkalommal ünnepelhetjük a Magyar Parasport Napját. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége lélekmozgató programjával ismét együttműködésre hívja a köznevelési intézmények mellett Magyarország összes önkormányzatát, települését. A program közös célja felhívni a lakosság figyelmét a fogyatékossággal élők társadalomba való integrálásának fontosságára. Az érzékenyítés céljából létrehozott lélekmozgató programhoz Salgótarján megyeijugú város önkormányzata minden évben csatlakozik, és a városi televízió is kiemelt figyelmet szentel ennek a napnak. Idén a Görbeország DS-e fiatal judó versenyzőjét, a tehetséges Pap Lillát mutatjuk be a salgótarjániaknak. Lilla nem csak hazai, de nemzetközi versenyeken is tatamira lép. Megyeri László tanítványát 2021-ben elért sikerei alapján az év legeredményesebb sportolója külön díjban részesítették, majd ugyanebben az évben elnyerte a Magyar Judó Szövetség az év speciális női versenyzője kitüntető címét is. Fogyatékkal élő versenyző, tagja a Magyar Speciális Olimpiai Csapatnak. Egy jó pár évvel ezelőtt szólítottak meg minket, az a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség judó szakágának vezetője, hogy mit szólnánk, ha belekerülünk ebbe a csapatba. Örömmel mondtuk igen. Gyakorlatilag már azt hiszem, hogy 5 éve versenyzik Lilla ebben a szakágban. Ez úgy néz ki, ez a angol neve Olympic Special, ezt annak idején a Kennedy család hozta létre sok-sok évvel ezelőtt, mint a nevéből is adódik, ugyanúgy használhatja a Speciális Olimpiai Szövetség az olimpiai nevet, külön kategóriás versenyek vannak, tehát itt a speciális fogyatékkal élő versenyzők, nem úgy, mint a paralimpián. Lilláiknál a judóban 5 divízió van. Tehát az első divízió az, akik a legügyesebbek, az 5. divízió az, ahol már sajnos kevésbé ügyesek, őket segítik felvinni a tatamira. Lilla ő a 3. dimenzióban versenyzik nemzetközi szinten. Gyakorlatilag Lilla mindenre versenyen részt vesz, szülői segítséggel. Most is hétvégén Budapesten lesz egy verseny, a másik csapatomnak pedig Győrben lesz verseny, úgyhogy az anyukát fogja őt a hétvégi versenyre elvinni. Voltunk többször külföldön. Úgy működik egy ilyen verseny, akár Magyarországon, akár külföldön, mindegy, hogy ki hányszor volt versenyen, a verseny előtt divizionálják a versenyzőket. Ez azt jelenti, fölállnak közösen a tatamira, van egy bizottság, és ilyen speciális feladatokat kell nekik ellátni. És az adott pillanatban ez a bizottság eldönti, hogy ki milyen divízióban fog szerepelni az adott versenyen. Lilla eddig mindig a 3. divízióban volt, tehát a hasonló, úgymond sérüléssel élő lányok között. Tehát ugyanúgy súlycsoportok vannak, ugyanúgy csak lányokkal versenyez külföldön. A sportágat kereső Lilla édesanyja 9 évvel ezelőtt kereste meg Megyeri Lászlót. A judóedző természetesen azonnal fogadta az akkor 7 éves kislányt, aki értelmi sérülése és siketsége miatt egyáltalán nem indult hátrányból, és az edzéseken sincs megkülönböztetve. Lilla hamar beilleszkedett és belevágott a kemény munkába, amit a tatamin azóta is kamatoztat. A legjobb eredménye az tavaly volt egy nemzetközi verseny Svájcban, ott 3. lett, aztán előtte voltunk Ausztriában, ott meg 2. lett. Leszorítás, Lilla! Oké! Okay. Igen! Lent a fejed! Lilla tagja a jövő évi berlini speciális olimpiai világjátékoknak. Igaz, hogy a végén csak tartalék lett, de még addig sok víz lefolyik a Tarján patakon. Úgyhogy bízunk benne, hogy olyan teljesítményt tud nyújtani, hogy ő lesz az utazó ember a magyar csapatban. Fontos azt elmondanom, nem tudom régen, hogy volt a gyakorlat, mi úgy csináljuk, hogy Lilla ugyanazt a edzés munkát végzi, mint a többiek. Tehát nincs megkülönböztetve, be kell neki állni, csinálni kell, küzdeni kell, ha erősítünk, akkor ő is erősít, ha technikai edzés van, akkor azt csinálja, ha küzdelmi edzés van, akkor azt csinálja.
A 16 éves Lilla álma az idei berlini speciális világjátékokon való részvétel, ebben Megyeri László mellett Juhász József, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség judó szakág vezetője is közreműködik. És megyünk együtt még versenyre sokat, igaz? Igaz, sokat.